legjobb védőjátékos áll mellettem, a Hintalovak csapatából Fodor Ádámot választották erre a megtisztelő címre. Ötödik helyen végeztetek, lehetett volna picit előrébb is, elégedettek vagytok-e? Újonc csapat ugye a Hintalovak a téli kupán. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben elégedettek vagyunk, ugyanis idén indultunk először, és ez a brigád úgymond, ez is volt az első tornánk. Tehát teljesen elégedettek vagyunk. Nyilván, ahogy így a többi csapatot is láttuk, azért úgy gondoljuk, hogy végezhettünk volna feljebb is, de ez egy tanulóévnek jó volt, és így is boldogok vagyunk, hogy a mezőnynek az első harmadába tudtunk végezni. Mit szólsz ehhez, hogy a legjobb védekező játékosnak választottak? Azért a támadásokból is elég sokat kivetted a részed, de hát valóban főleg azért hátulról indultál. Hát örülök neki, és szeretném megköszönni a csapattársaimnak elsősorban. Nélkülük ezt a díjat nem tudtam volna megszerezni. Meg hát ugye ezen a pályán ugye mindegy, hogy az ember védő vagy támadó, bárhonnan tudja segíteni a csapatát. Ez így alakult. Vagy ha kell, akkor ugye a fél pályáról is a felső sarkot kipók hálózott, hogyha úgy alakul. Ugye itt a téli kupán szerzett tapasztalatokat a futsal pályán is kamatoztattad, vagy fordítva, ugye a Móralom VSE csapatában ott is pályára léptél, a futsalos kitekintést milyennek ítéled meg? Ott is egy néhány meccsen azért segítetted a Móralom VSE-t. Hát igen, így főleg ebben a téli szezonban az ember megkívánja a kispályát. Elcsábítottak futsalozni, Zoli hívott, aztán igen mondtam, megcsináltuk a sportorvosit. Az is egy pozitív volt, meg tudtuk szerezni az első pontjainkat, úgyhogy jövőre szeretném azt is folytatni mindenképpen. A Hintalovak ugye domaszéki fiatalokra épül, főleg a domaszéki megye 4-es csapat tagjai, illetve te is ott játszottál ebben a téli kupa kiírásban. Nagypályán az előző szezonban a Tisza-sziget gárdájában szerepeltél, ősszel nem léptél pályára, tavasszal láthatunk-e valahol majd nagypályán? Hát sajnos a nagypályás pályafutást azt most jelenleg nem tudom folytatni, ugyanis a hétvégi képzésre járok, egy hétvégi iskolát végzek el éppenséggel, és ütköznek a mérkőzések ugye a tanítási időponttal, úgyhogy jövőre esetleg nagypályán. De most nem tudom, a kispálya az nagyon bejött most idén, úgyhogy még gondolkozok a folytatásra, hogy merre, hogyan tovább. Akkor azért valamilyen formában találkozunk veled a futballpályák környéken. Gratulálok még egyszer neked is és a csapatnak is. Köszönjük szépen. Mellettem a torna legjobb kapusának választott Pipic Zsolt. Által már itt Zsolti nem ismeretlen számodra ez a közeg. Most hogy éled meg ezt a kitüntető címet? Elmondom, egy hatalmas meglepetés egyébként, mert ugye úgy indítottuk a tornát, hogy én egy picit visszább léptem, ugye az előző csapat a kezém alatt az Unikum csapat volt, és itt mondtam Dobák Arnonnak, hogy nagyon-nagyon szívesen segítek a csapatban, de mint hátsó szerkezeti emberként, és így alakult ki a Déli Aprók csapata, ugye mi két kapussal indultunk el, ugye nem is én kezdtem el a védéseket, az első két-három mérkőzés az ilyen felemás mérkőzés volt, hála jó Istennek ott tudtunk nyerni, de utána nekem át kellett venni a stafétabotot. Igen, mert az első Déli Aprók meccsen akkor még mezőim játékosként szerepeltél, amit itt vettünk a téli kupán, úgy emlékeim szerint. Azt a bravúrt hajtotta végre a Déli Aprók, hogy veretlen csapatként, egyetlen veretlen csapatként, mégiscsak második helyen futottatok be. Ugye a két döntetlen csúfítja egy kicsit a mérleget. Hogy éltétek meg ezt a két, hát igazából fájó pontvesztést, mert ezen múlott gyakorlatilag a bajnoki cím. Pont beszélgettünk is a játékosokkal, és én elmondtam nekik, hogy igazság szerint ezt lehet negatívan is, és pozitívan is fölfogni. A legfontosabb dolog, hogy mondhatni újonc csapatként vagyunk, mert ugye névváltoztatás, plusz játékosokkal bővültünk ki, ami azt jelenti, hogy nekünk szokni kell ezt a közeket, ezt a tornát, mint ugye látható volt a fővételekben, ugye már Polány nincsen, hanem Bordásfal van. Jöttek új játékosok, ennek köszönhetően én úgy gondolom, hogy volt három színvonalas társaság, akik között egy-két gól különbség lehetett, ez a pillanatnyi napi formától is
eldönthető volt ez a mérkőzés, vagy egy góllal, vagy két góllal, de nagyon szorosak voltak egymás között a párviadalok. De én úgy gondolom, hogy erre az alapokra tudunk építkezni jövőre. Mégpedig én úgy gondolom, hogy másodikok vagyunk, lehet úgy is fölfogni, mint a Juventus csapat. Új névként indultunk el. Ebben lehet még több. Igazság szerint én úgy gondolom, hogy ahogy mi beszélgettük, megnyerte az aranyászok, akiknek maximális gratulációt tudunk ítélni. Mi meg tudtuk verni őket, de nem tudtunk pillanatnyi dolgokba koncentrálni. Nem is azt mondom az Újváros ellen, mert nekünk nem ott fogtunk egy X-et, de a mezői rohamcsigák ellen, akik egy elég komoly erőt képviseltek, és ott kellett volna nyernünk, amit sajnos nem tudtunk elkövetni. Nem tudtunk elkövetni, de bízunk benne, hogy jövőre ez máshogy fog alakulni. Említetted az új csapattársakat, főleg ugye Röszkei, illetve Szvese játékosok vannak a keretben, ugye nagypályán te is a Röszke csapatához tartozol, és ott sem kapusként szerepelsz újabban, hanem inkább védőként és csereként. Ezt hogy éled meg, hogy ott is pozíciót kellett váltani ahhoz, hogy csapatba tudj kerülni? Most ebben van még egy csavar a történetben. Mint úgy mondanám, másod edzőként ugye történt egy edzőváltás, aminek annak köszönhetően, hogy az új edzőnek próbálunk segíteni, aki játékos edzőként szerepel a társaságnál. Szűs Szása, csak hozzáteszem ugye a néző kedvéért. Így van. A Szűcs Szálénak próbálunk segíteni mindenben, hogy megfelelően föl tudjunk készülni a tavaszi szezonra. És ugye az én saját részem az, hogy az ottani kettő kapussal tudjak egy picit foglalkozni, plusz ugye a mezőnyjátékosoknak a tüzelésével próbálkozzunk egy picit följebrázni a társaságot, mert ugye volt egy nagyon jó tavalyi szereplésünk. Az őszünk az sajnos nem úgy sikerült, mint ahogy gondoltuk. Voltak távozók és érkezők, de ennek szellemében próbálkozunk most egy picit tavasszal is besegíteni neki. Ennek köszönhetően én is egy picit háttérbe vonultam, de amit tudunk, azt megpróbálunk biztosítani a társaságnak. És akkor, ha már itt tartunk, a Röszkétől mi várható a tavaszi szezonban? Mivel lennétek elégedettek? Hanyadik helyezésben gondolkodtok, vagy inkább fiatalok beépítésében mi a cél a tavaszi szezonban? Ugye a jelenlegi tabellaállás alapján ugye negyedik a Mórahalom csapata, és ugye mint ahogy a Röszkei társaság 11. helyen szerepel, van 6 pontos különbség. Ennek szellemében van egy pár helyezés, és elég szoros is lehet a tabella ennek köszönhetően. Tehát itt egy-két bravúr pontoknak, vagy pontoknak köszönhetően tudunk helyezéseket lépni. Akkor ehhez is sok sikert kívánok, és gratulálok most a déli apróknak a második helyhez, neked pedig a legjobb kapus címhez. Köszönjük szépen! A téli kupa idei legjobb játékosa, Szalma Gergely, a bajnok aranyászok csapata. Zsinórban 5-5-ször, összesen 6-5-ször bajnok a csapat. Te is elöntősen kivetted a részed ebből. Milyen a társaság? Egyre jobb az évek elteltével, ugye? Igen, köszönjük szépen a gratulációkat mindenkinek. A társaság jó, egy-két ember lemorzsolódott, de azért tartjuk, a régi motorosok is itt vannak. Sok új játékos is érkezett. Most már kicsit szeretnénk azt is, hogy ne csak a szerencsém múljon, hanem kicsit taktikailag is összerakjuk a társaságot. Más erről nem tudok mondani. Közben azért nevetek, mert a háttérben természetesen a csapattársak játszadoznak, ahogy szoktak. Az új emberek ugye mindig fontosak, ebben az évben Bai Renátó volt az, akit leginkább beépítettetek. Azt hiszem, hogy őt kell külön megemlíteni. A többiek azért a törzsgárda tagja. Ugye még a téli kupa elején volt egy vereségetek, ezt hogy éltétek meg abból, hogy tudtatok fölállni így a végére? Igen, ugye a Renátó érkezett, meg a Hevesi Milán, meg a Szekeres Attila az előző Unikumból, ugye most már ugye a déli aprók, ők is erősítések voltak. A vereség, mondtam a csapatnak, hogy most nem akarok nagyképűen nyilatkozni, meg mit tudom én, hogy még hosszú a bajnokság, hogy én úgy gondolom, hogy botlani fognak még a
déli aprók, mi szerencsére nem botlottunk. Benne volt ez is, nagyon szoros volt az idei bajnokság. Szerintem, amióta én itt játszok a téli kupán, ez volt a legszorosabb. Ezért is örülünk a bajnoki címnek, még jobban, mint eddig. Mást nem tudok. És jövő évben gondolom, akkor rámentek az újabb sikerre természetesen, így ezzel a brigáddal. Igen, szeretnénk, meg jó lenne, hogyha pár fiatalt is be tudnánk építeni, móra a mi kötődésűeket. Azért idén volt olyan, hogy kicsit karcsúbbak voltunk, egy-két cserével voltunk, meg hát ugye itt páran már kiöregszenek, de azért jó lesz a társaság, építjük a jövő csapatát. Jövőre a bajnoki cím ugye az elvárás a szemembe, aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz szoros. Nagypályán ugye egy éves röszkei kitérőt követően visszaigazoltál Mórahalomra, ott is elég jól álltok, ugye a három nagy csapat mögött, a három esélyes mögött negyedik helyen teleltetek. Mire számítasz a Móralmi gárdától tavasszal nagypályán? Nehéz lesz. Az első három csapat ők kimagaslanak. Valószínűleg velük nem tudjuk úgy felvenni a versenyt, meglepetést el tudunk ott is érni, el tudunk csípni pontokat, vagy pontot, az majd kiderül. Itt azon fog múlni, hogy az Agy, Bordány, mi, meg ott van egy-két csapat, aki még a középmezőnybe tartozik, hogy ki hogy tudja kapni a nagyobb csapatokat, egymás ellen hogy játszunk. Itt az alapozás az nagyon rá fogja nyomni a bélyegét. Sok olyan csapat van, ahol jó munka folyik. Mi is azon vagyunk, hogy közéjük tartozzunk. És hány szalmagó van betervezve tavaszra, mennyit szeretnél elérni? Nem tervezek gólokba, de jó lenne ezt a 10-es gól per szezont elérni, de jobban örülök egy gólpassznak, mint a góloknak. A csapat menjen előre, húzzuk együtt a szekeret, a győzelem számít számomra. És a végére egy kis számmágia, most, hogy visszaigazoltál először 10-esben, szerepeltél, aztán csak visszatértél a 94-esre. Melyik lesz tavasszal az állandó messzám? Igen, ugye a Dobák Norbi volt a 94-es, ő ragaszkodott hozzá, mondtam is neki, jó, hogy maradjon, akkor én felveszem a 10-est. Ugye az volt szabad, meg ugye más nem vette föl, de a 94-es ugye az itt kezdtem abban Mórán. Sok szép éven volt benne, azért kötődök hozzá, meg ugye a születési dátumom is 94-es, azért szeretném, hogyha abba tudnék játszani. Norbi sajnos sérült, mi hamarabbi felépülést kívánok neki, várom vissza. Aztán utána majd lekártyázzuk, hogy 10-es leszek, vagy 94-es. Vagy valami harmadik szám, még az is előfordulhat. Hát gratulálok neked is, és a csapatnak is az elismerő címezés a bajnoksághoz is megint. Nagyon szépen köszönjük. A téli kupa idei gólkirálya áll mellettem, Bokányi Rihárd 35 találattal. Belejöttél ezekbe a gólkirályi címekbe, tavaly a megye 2-ben 28 meccsen 46 gól, most idén itt a téli kupán. Hogy éled meg ezt a változást? Mert hát előtte azért nem feltétlenül a gólok voltak azok, amelyek jöttek neked nagypályán, kispályán. Hát elsősorban ugye Hevesi Tibi személyének lehet köszönni ezt a változást, ugyanis mikor sajnálatos módon kiestünk az NB3-ból, akkor ugye ő keresett meg abból, hogy egy ilyen, mint kiderült utólag, a megye 2-be kell indulnunk, és akkor ő teljesen más poszton számít rám, mint a védelembe. Ugye tudni kell rólam, hogy én életem során megfordultam minden poszton, kivéve kapus poszton. Voltam ugye Pesten, ott voltam védő, támadó, középpályás, és akkor ugye a Tibi még erre a támadó játékomra emlékszik, és mondta, hogy ha itt maradnék, akkor nekem egy teljesen más szerep árulna rám, és akkor kikerülhetnék ebbe a védelemből. Én ennek nagyon örültem, mert mindig is jobban szerettem az ellenfél kapunk közelébe lenni, mint a saját kapunk közelébe, és úgy éreztem, hogy azért jobban is teljesítek ott, mint hátul. Jött ez a megyekete szezon, hál' Istennek jó sikerült, jó sült-e, sikerült megnyerni a bajnokságot, sikerült megnyerni a góllövőlistát, aztán most a megye 1-be is előkelő helyen vagyok a góllövőlistán, itt van ez a téli kupa, amin sikerült megszerezni a gólkirályi címet, úgyhogy sikeres egy évet tudhatok magam mögött
Igen, most ugye össze 12 meccsen 11-szer találtál a hálóban nagypályán. Ugye azért legtöbbet talán szerintem szélsőként szerepeltél, és a nagypályás teljesítményedben az is látszódik, hogy szeretsz a szélről beindulva és úgy gólokat szerezni, tehát azért nem az a klasszikus center vagy. Mondható, hogy egyébként ez a kedvenc pozíciód, ez a kicsit olyan szabad, nem annyira kötött centerjáték? Hát ezt úgy fogalmaznám, hogy a termetemnek köszönhetően nem egy klasszikus közép ilyen befejező csatár vagyok, mármint aki úgy szögletekből, meg beadásokból érkezik, és akkor fejeli a gólokat. Nyilván a termetemnek köszönhetően jobban szeretem azt, hogyha van terület, és akkor magamnak úgy megcsinálom a helyzetet, és úgy lövöm a gólokat. Maradjunk annyiba, hogy ez a szabad, ott mozgok, ahol szeretek, itt elől ez a bárhol lehetek, ez jó. Amikor nincsen megkötve, hogy hol mozogjak. Hát kispályán meg főleg nincs megkötve, ugye itt a négy pozíció, ez gyakorlatilag állandóan forog. Itt minek köszönheted a gólkirályi címedet? Tehát itt az előbb pont elkaptam a csapat ünnepléstől, hogy megköszönted mindenkinek, hogy segítettek. Azért óriási segítséget nyújtott ebben mindenki, úgy gondolom én is. Ez így igaz. Valószínűleg ugye egy bajnok csapatból sokkal könnyebb kikerülni, mint gólkirály. Elég jó csapattársak vannak mögöttem, akik segítettek ehhez. Egy meccset emelnék ki, ahol sikerült 8-at rúgnom, talán az nagyba segített ehhez, de minden meccsen sikerült legalább 2-3-at rúgnom. Úgy gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott ilyen szezon tudhatok magamnak ezen a kispályán. Élvezem a játékot, jók a csapattársak. Nem tudom. Mi kellhet még? Igen. De nagy... hozzá kell tennem, hogy azért gratulálni szeretnék a mögöttem levő második helyezetnek is, Fodor Martin személyében, mert az is nagy szó, hogy ő is úgy tudom, most itt az utolsó meccsen 2-t szerzett, szóval 12 meccsen ő is 30 fölé tudott menni, szóval minden elismerésem az övé is. Jó játékos, tavaly meg is szerezte ugye a góllövő lista első helyét, le a kalappa előtte is. Szalma Gerivel már beszélgettünk egy kicsit a nagypályáról, ugye a három nagy csapat mögött negyedik helyen teleltetek. Te hogy gondolod, mi várható a tavaszi folytatásban? Én úgy gondolom, hogy a csapategység az nagyon jó. Szívvel, lélekkel játszunk, mindenki az egyéni tudását teszi hozzá a meccseken. Nyilván azt a három csapatot nem kell figyelembe venni, mert klasszisokkal előttünk vannak, mások a céljaink is. De ott a középmezőnye, sőt még én azt gondolom, hogy a bajnok aspiránsoktól is okozhatunk meglepetést, akár a Makó, akár a Vásárhely, akár a Szvese. Ugye, hogyha követtétek végig a tavaszt, akkor ott azért a Vásárhely se könnyen vitte el a három pontot. A Makónak is azért feladtuk a leckét. Nagyon jó a csapatösszhang, és egyénileg szerintem, hogyha mindenki hozzáteszi azt, amit tud, akkor jó lehet az a tavasz is. Te hány gólt vársz magadtól tavasszal, vagy neked sincs kitűzött cél? Geri azt mondta, hogy neki nincs annyira, de hát ha neked van egy ilyen vágyálom, mennyit szeretnél elérni ebben a szezonban? Nyilván szezon elején mondtam, hogy azért egy olyan 20 gólig, hogyha eljutok, akkor az már parádés, ugye egy úgymond középmezőny csapatban levőnek, mert köztudott, hogy ugye nem mi vagyunk az esélyesek a bajnokság megnyerésére, kiesni nem akarunk, egy középszintű csapat vagyunk. Az első három csapatban nyilván több lehetősége van egy támadónak, hogy gólt szerezzen. Azt mondom, most 11-nél tartok, hogyha sérülések elkerülnek, sajnos most is küzdök lábúj sérüléssel, térsérüléssel, van még 2 hét a nekünk a bajnokság kezdésig, próbálom kipihenni ezt. Hogyha a sérülések elkerülnek és minden meccsen tudok szerepelni, akkor én azért örülnék, hogyha a 20 gólt elérném. Akkor szurkolok ehhez is, és természetesen megyünk Móra a mi meccsekre tavasszal is. Gratulálok neked is, és a csapatnak is a bajnoki címhez. Hajrá, Móra, hajrá, Ászok! Ezzel tehát véget ért az idei téli kupa szezon. Gratulálunk a győztes aranyászoknak, illetve minden különdíjasnak és minden résztvevőnek. Legközelebbi jövő évi tornán is ígérjük, hogy itt leszünk és közvetítünk, addig pedig továbbra is nagypályás mérkőzésekkel szórakoztatjuk a Maranet Televízió nézőit. Találkozunk azokon is, a viszontlátásra, a viszonthallásra.